most egy zogora órán voltam. Ne is mondjam, ugye, hogy a Blair néni kéri, hogyha lehetne a pénz. Ne is mond, fiam! Mi kell a boldogsághoz? Pénz? Kérdezi az egyik eladósorban lévő lány a színpadon. A teljesen elszegényedett magyar család egyetlen reménye a Kanadában élő nagybácsi vagyona, ami kihúzhatja őket az adósságból és megalapozhatja a fiatalok jövőjét is. Persze, hogy a nagybácsi hazatér és kiderül, semmije sincs, ezután kezdetét veszi a komédiákra jellemző hazudozás. Ismert dalok, jó karakterek, a Dollárpapa, a pénz több mint egy évszázados komédiája. Láthatta már a közönség filmen és színpadon egyaránt. Nagyon hálás szerepek vannak benne, és nagyon jól van megírva. Ez egy nagyon, nagyon jó szerző. Nagyon sok kabaré tréfától kuplét keresztül mindenfélét írt. Nagyon ügyes, nagyon jó játszható és nagyon szórakoztató karaktereket ír, úgyhogy nekünk volt örömünk ebben dolgozni. A sokoldalú Gábor Andor 1917-ben írta a művet, aminek filmváltozatát 1956-ban készítették el. Lendvai Zoltán rendező először állította színpadra a darabot. A bemutató előtti utolsó simításokba is bepillanthattunk a főpróbán. A darab üzenete örökérvényű, a szereplők keresik a saját boldogulásuk lehetőségét, a pénzt, a jólétet. A könnyed, befogadható humorú, nyelvezetében korhű előadást a filmből ismert dalok teszik igazán szórakoztatóvá. A Móricz Zsigmond Színház előadásában látható lesz többek között Józsa Imre, Puskás Tivadar, Pregicer Fruzsina és Jenei Judit is.